pár e-mailt gondoltam megosztom veled is, tanulhatsz belőle. Pánikba estem, mert egyet ástam, és még több téma jött és érzés elő. Most mit csináljak? Nagyon sok hasonló e-mailt kapok. Nézzük meg, hogy mi a legjobb megoldás, hogy mi lehet a legjobb megoldás. Az egyik az, hogy ez a legjobb, ami történhetett. Ha egy dolgon dolgozol, és még több téma jön felszínre, az azt jelenti, vagy jelentheti, hogy egyrészt még lehet, hogy az elején vagy ennek a témának, mert annyi-annyi mögé ágyazott téma van, és ugye előjönnek, úgymond a sötétségből, és látod végre, hogy mennyi minden van még ez mögött a téma mögött. A másik pedig az, hogy szuper! Tehát, amikor egy témán elkezdesz dolgozni, és még több jön, ahogy ugye itt is írtátok, hogy pánikba estél, nem kell pánikba esni. Ez teljesen normális. Csak ugye lehet, hogy ezt eddig nem tapasztaltad meg, először van ilyen az életedben, ezért is jó, hogyha beszélünk róla, és gondoltam, hogy így veled is megosztom, és nem csak ennek az egy embernek írom meg válasz e-mailben, hanem így szépen, hogy mindenki tanuljon belőle. Nézzük meg, hogyha egy dolog sok dolog jön ki, akkor én azt tenném a helyedben, hogy szépen megjegyezném ezeket a dolgokat, és vagy elkezdenék ezekre szépen sorban dolgozni mindegyikre, hogyha úgy döntesz, vagy pedig kiválasztanám a számomra a legfontosabbat, vagy amit úgy érzek, hogy a legerősebb probléma vagy érzés, és azon kezdenék el dolgozni. Az, hogy te melyiket választod, az egyes egyedül rajtad múlik, illetve a te döntéseden. Mindenképpen érdemes utána a következő blokkon dolgozni. És egy idő után azt fogod észrevenni, hogy lehet, hogy nagyon sok volt, de eltűnik, elmúlik, mert kidolgoztad. Úgyhogy erre tényleg csak az a válaszom, hogy ez szuper, hogy több jött fel, ettől nem kell pánikba esni, ettől nem kell félni, ez teljesen normális, kitartás és türelem kell hozzá. Nézzük a következő kérdést. Nem jönnek az érzések. Mit tudok csinálni, hogy nem jönnek az érzések? Egy nagyon fontos dolog van, kezdj el befelé figyelni, és próbáld meg elengedni a kontrollt, a görcsös akarást, az irányítást. És hidd el, hogyha befelé figyelsz, megnyugszol, elengeded magad, és megengedés van benned, akkor jönni fognak az érzések, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha alaptanfolyamot végeztél, akkor nagyon javaslom ebben az esetben a haladó tanfolyamot, mert ott szinte minden egyes esetben megtörténik az áttörés és a katarzis élmény. Erről van két másik videónk, érdemes megnézned. És a végére hoztam egy visszajelzést, mert visszajelzéseket is kapunk e-mailben, és ezt szeretném is kérni, hogyha bármilyen sikered van, vagy visszajelzésed van, írd meg nekünk bátran, de ha kérdésed van, azt is nyugodtan. Ez egy nagyon jó levél, amit kaptam, hogy, és ezzel egyetértek, abszolút beírta. Nem csak lelki, de fizikai síkon is tenni kell a célért és a sikerért. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert nagyon sokan elfelejtitek, hogy dolgoztok magatokon, de a fizikai síkon úgymond, tehát 3D-ben nem, tehát cselekvés szinten nem történik előrelépés. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Szeretnél egy jó állást, és mondjuk dolgozol ezen a témán magadon, a negatív érzéseidet, gondolataidat, a blokkokat kioldod, tényleg mindent megtettél ebben a témában, viszont nem mész el állásinterjúra, nem adod be az önéletrajzodat, nem keresel új állást. Történik valami változás? Persze, történhet, de 100%-ból kevesebb az esély arra. Míg viszont, hogyha fizikai síkon is teszed érte, tehát a kettőt együtt teszed, csinálod, akkor sokkal nagyobb az esélye a gyorsabb sikernek és megvalósulásnak. Remélem hasznos volt számodra ez a videó. Nagyon sok szeretettel várunk legközelebb is. Nézd a programokat, a honlapot a friss információkért. Legyen szép napod, Kolozsi Marian!